És műsorunk végén témát váltunk. 2017 tavaszán 10 héten át a Down-szindrómás, a sajátos nevelési igényű gyerekek integráltan tanulhattak a tipikusan fejlődő társaikkal. Nyíregyházán kívül Szlovákiában és Romániában is meghonosodott a Mindenkinek becsengettek program. A Down Egyesület 2009-ben indította el a programot, amelynek célja az inkluzív nevelés elfogadtatása. A stúdióban köszöntöm Pázmán Viktóriát, a Csodavár intézmény vezetőjét. Szerintem nagyon sokan ismerik a szervezetet, az intézményt, és azt a programot, azt a nevelést, ami az intézmény folyik, a korai fejlesztésről van szó. Ez a program pedig már azért bizonyított el, lehet mondani, és az iménti 10 héten át tartó programsorozat, amit 2017 elején indítottak el, sikerült, és jól sikerült, eredményes volt abban, hogy meg tudta mozgatni ismét a nyíregyházi intézményeket. Hogyan? Igen, ahogy elhangzott, maga a program azt gondolom, hogy már az elmúlt 8 évben bizonyított, és mindenképpen fontosnak tartom kiemelni, hogy fejlődőképes, hiszen annak idején, amikor elindítottuk, a cél az a társadalmi érzékenyítés volt, illetve egyfajta tapasztalatra lehetőséget adni többségi és gyógypedagógusoknak a közös tevékenykedésre, hogyan lehet integráltan, még inkább inkluzívan, sajátos nevelésigényű gyerekeket többségi intézményekbe bevinni és együtt nevelni, vagy foglalkoztatni tipikus fejlődésű gyerekekkel. Azt gondolom, hogy maga a probléma nagyon időszerű, hiszen ma Magyarországon már törvény által garantált joga a szülőknek az iskolaválasztás, mégis a gyakorlat ennek ellentmond, hiszen nagyon nehéz egy sajátos nevelésigényű gyermeket, egy fogyatékkal élő gyermeket integrált körülmények közé helyezni, akár óvodába, akár később az iskolába. Hogy miért fejlődőképes a program, ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy elértük azt, hogy Nyíregyházán több intézmény is fogad be most már különféle fogyatékkal élő gyerekeket, de nyilván nekünk az elsődleges célcsoportunk a Down-szindrómás gyerekeket érinti. Ma már több kisgyermekünk tanul inkluzív körülmények között, és ezek az iskolák annak idején a Mindenkinek becsengettekkel kezdték, így találkoztak az Egyesülettel, és ebből lett aztán egy szorosabb szakmai kapcsolat, és működnek együtt mai napig a Csodavárral és a Down Egyesülettel. Mindig vannak újabb belépőink a programba, ez is egyfajta fejlődés, hiszen valószínű egyfajta pozitív megerősítést kapnak más intézmények is, más pedagógusok is, és szeretnék kipróbálni ezt a lehetőséget. És vannak olyan intézmények, akik évről évre visszatérnek a programba, maga a befogadás nem működik az intézménybe, tehát a mindennapokban nem nevelnek együtt gyerekeket, de a 10 hetes program kapcsán igen. Nyíregyházán hány intézményben történik meg, vagy valósul meg az együttnevelés? Hogyha nézzük, mert a programban 6 iskola, vagy 6 intézmény vett részt. Igen, hát közülük egy intézményben valósul meg ténylegesen az együttnevelés, ott viszont már több gyermek is van beintegrálva. Ez melyik iskola? Ez konkrétan a Vécsei Károly általános iskola. Ez az iskola hagyományosan egy befogadó intézmény, egy nagyon gyermekközpontú, nagyon felkészült pedagógusokkal dolgozó intézmény, akik a hét minden napján nagyon magas szakmai munkát végezve Down-szindrómás gyermekeket is, de egyéb sajátos nevelésigényű gyermeket is befogadnak és együtt nevelnek a társaikkal. És ahogy azt a tanítónő is elmondta a tegnapi záró rendezvényen, ez nekik természetes, tehát gyakorlatilag fel sem tűnik, hogy egy gyerek más. Az, hogy inkább iskolák kapcsolódtak be most is ebbe a 10 hétbe, jelenti-e azt, hogy az óvodák még nem mernek belevágni ebbe a fajta feladatba, vagy mi lehet az oka, hogy tulajdonképpen csak egy óvoda vett részt most ebben a programban, pedig már teljesen ugye picikortól el kell kezdeni ezt a fajta együttnevelést is?
Azt gondolom, hogy sokkal könnyebb helyzetben lennének igazából az óvodák. Nyilván nem a kis csoport, de egy nagy középső és egy nagy csoportba már bátran lehetne próbálkozni egy ilyen programmal. Egyébként Nyíregyházán van olyan óvoda, amelyik évek óta befogad Down-szindrómás gyermekeket, és nagyon átgondoltan végzi ezt a tevékenységet. Hogy miért csak egy egyházi óvoda, és ezt is fontosnak tartom kiemelni, lépett be a programba, én nagyon sokszor az információ áramlásának az akadályozottságát látom okként itt felmerülni, hiszen központosítva vannak az óvodák, és nem biztos, hogy tagintézményekhez is megfelelően eljutnak információk, nagyon nehezen tudunk kapcsolatba kerülni a pedagógusokkal, és itt valójában mindig a pedagógusnak kell úgy döntenie, hogy ő szeretne részt venni ebben a programban. Hát akkor mondjuk egy nyíregyházi evangélikus óvoda volt, mondjuk ahová ki, így van. Lehettek gyerekek. Hogyha azt megnézzük, hogy ma az együttnevelésnek van-e jogi alapja, és van-e hozzá mondjuk a pedagógusoknak módszertana, vagy benne van-e a nemzeti alaptantervben, a kerettantervekben, stb. Vannak-e a pedagógusoknak segéd taneszközeik ahhoz, hogy hatékonyan és jól tudják integráltan tanítani a gyerekeket együtt, akkor hol állunk ezekben a kérdésekben? A jogszabályi háttér adott, tehát a lehetőségek megvannak. Sokkal inkább az akadályoztatás az kell, hogy mondjam, a fejekben van jelen. Nyilván a többségi pedagógus képzés nem ad megfelelő instrukciót, módszertani repertoárt a pedagógusok kezébe ahhoz, hogy a nem feltétlen kocka gyerekekkel is tudjanak együtt dolgozni, hanem itt nagyon nagyfokú kreativitásra, nagyon nagy energia befektetésre van szükség ahhoz, hogy jól tudják végezni ezt a munkát. Maguk a körülmények sem megfelelőek az iskolában ehhez, hiszen 30 fős osztályban lehetetlen megfelelő szinten végezni az együttnevelést. Mindenképpen kisebb létszámú osztályokra lenne szükség, feltétlen szükség lenne asszisztensekre, képzett asszisztensekre az iskolában, akik segítik a pedagógusok munkáját, és hát nagyon fontos lenne, hogy a pedagógusok a képzésük során is, és később is segítséget kapjanak, és tapasztalatot szerezhessenek. Ugye önök a korai fejlesztéssel foglalkoznak, napi szinten kapcsolatban vannak a szülőkkel. A szülők mit szeretnének? Hol szeretnék tanítatni a gyereküket? Hová szeretnék vinni, milyen iskolába? Ez egy kedves kérdés. Azt gondolom, hogy egyértelmű a válasz. Nyilván mindenki azt szeretné, hogy megválaszthassa azt az iskolát, és elsősorban azt a tanítónénit, vagy akár menjünk az óvodára még vissza egy picit az időben, hiszen tőlünk óvodába kerülnek a gyerekek. Tehát azt az óvónénit, akinek a kezébe adják a gyereküket, ez egy nagyon feltétel nélküli bizalmi helyzet, amikor én azt mondom, hogy a nap 8 órájában rábízom valakire a gyermekemet. Ezeknek a szülőknek ez ritkán adatik meg sajnos. Mi mindenképpen arra kapacitáljuk a szülőket, és abba az irányba terelgetjük az ő életüket, a család életét, hogy megtalálják a legjobb utat a gyermeküknek. Meg kell jegyeznem, hogy nem minden gyermek integrálható. Tehát mindig az elsődleges szempont az, hogy mi a legjobb a gyereknek. Lehet, hogy neki speciális körülmények szükségesek, de akinek lehetősége lenne rá, annak adjuk meg a lehetőséget. Általában a Down-szindrómás gyerekek tőlünk olyan szinten kerülnek ki, hogy már alkalmasak az integrációra, teljesen más egy 20 évvel ezelőtt született és egy mostanság született Down-os baba fejlődésének az iránya, és hát próbáljuk az intézmények szintjén törni az utat. Ebben segítségükre lesz ez a program, a Mindenkinek Becsengettek program, hiszen ez folytatódik, nem áll meg. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.